Több ukrán várost bombáztak orosz katonai egységek vasárnap. Harkiv belvárosának egyik lakónegyedét jó néhány találat érte. Előzőleg két ember meghalt a Lvivet ért támadásban, amikor orosz cirkáló rakéták a város infrastruktúrájának kulcsfontosságú objektumait támadták. A Kijevhez közeli Bucsában eközben a település felszabadításának második évfordulóját ünnepelték. A bucsai emléktemetőben az orosz vérengzések áldozataira emlékeztek. A megemlékezésen Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök beszédet mondott. Két évvel ezelőtt az egész világ látta az ukrajnai harcunk igazi értelmét. Mindenki látta, azok az emberek is, akiknek ez sajnos csak egy újabb háború. Látták, hogy milyen háború is ez, illetve hogy Ukrajna nem csak a saját állam határát és szuverenitását védi, mondta az ukrán elnök. A védekezéshez hozzájárulva Franciaország a fegyverparkjából kivonásra kerülő több száz harci járművet küld Ukrajnának. Az említett járműveket korszerűbb Griffon harckocsikra cserélik. A francia védelmi miniszter vasárnap a médiának azt mondta, a lecserélt harckocsikat valószínűleg a jövő év elején küldhetik Ukrajnába.